Kérem, azonnal hívják elém a Palais Royal Színház igazgatója Molière urat. Mihály Bulgakov Álszentek összeesküvése című drámáját Martinba állítja színpadra a Komáromi társulattal. Molière szerepében Mokos Attilát láthatja majd a közönség. Premier március 27-én. Köszönöm az áldásért. Megvár, megismertelek. Mindenképpen volt egy ilyen megegyezés, hogy ebben a kornak, a reneszánsz kornak a kis Comédie dell'arte vonulata is, vagy a elrajzolt képe is jelen van, azon belül van egy tragédia, egy emberi sors fölvetítve, tehát ott teljesen másfajta színészi eszközök, tehát inkább azt mondanám, hogy rajzikus ábrázolás, vagy pszichológiai ábrázolás is, akik is meg kéne majd jelenni a színpadon. Tehát többféle színe van ennek az előadásnak, vagy ennek a produkciónak, vagy a próbák ezt a stádiumában. De most, amikor konkrétan Molière-ről beszélünk, azért azt ne felejtsük, hogy ez Bulgakov. Tehát ugyan Molière életét vázolja föl, Molière-t használja föl, mint a hatalom egyik egyrészt kiszolgálója, és másrészt pedig ellene tüntető, amikor ellene fordul. Megtiltom, hogy az udvarnál megjelenjen. Megtiltom, hogy a tártűfőt játsza! Ezt nyilván tudjuk, hogy ezt Stalinnak címezte ezt a történetet, és ellentétben Maxim Gorkijjal, például akkor egyik nagy írójának, aki nyugaton ünnepelt volt, és Olaszországban, emigrációban, később Sztálin visszahozta magához. Ő nagyon hitt ugyanis ebben a politikai internacionalizmusban és az egész történetben, és nagy kiszolgálója volt Maxim a hatalomnak, Maxim Gorkij hatalomnak. Hát ellentétben ő maga módján Bulgakov tüntetett ez ellen a totális hatalom ellen, és ennek a tükrében íródott meg szerintem ez a darabja, amit például Stanislavsz nagyon sokáig nem lehet hozzányúlni a Manhattanban. Nem mert elővenni a darabot. Ez annyira rebelis és annyira félsz benne volt, hogy hát egy totalitárius rendszerben vagyok, ugye a Stalin korában. Most innentől levetítve, tehát a Molière innentől kezdődően maga Molière nem is annyira érdekes. Tehát én számomra sem igazándiból az érdekes ebben a történetben, hogy most vajon hogy nézett ki Molière a 16. század derekán, hogy milyen is lehetett Molière maga. Remélem nem tagadod meg barátságot. Ne gyere közel hozzám! Madeleine Bellard és Molière kapcsolata az egy elég komoly kapcsolat volt, mert ők ugye alapítottak egy színházat, és ők nagyon sokáig ilyen vidéken is össze-vissza játszottak. És hát ugye ahhoz kellett egy életstílus, meg ahhoz azért kellett az, hogy ők ketten azért úgy elég rendesen ismerjék egymást. Na most ez a darabban, ebben az átiratban, amit ugye mi játszunk, ez csak ilyen pillanatokra lehet megjeleníteni, de talán megjeleníteni nem is, ez egy ilyen háttérinformáció, hogy az ő színházuk hogy működik, tehát hogy ott ugye megjön a király, és hogy mennyire fontos az, hogy a király résztvevője legyen egy-egy előadásnak, hogy a király előtt játszanak, ami szerintem ugyanúgy fontos most is, csak most nem a király előtt játszunk, illetve pár nappal ezelőtt, amit a Huba mondott arról, hogy mennyire fontos a dotáció egy színháznak, mert hogy azon múlik vagy bukik az egész. És hát elérkeztünk egy olyan korszakba szerintem, amikor egyre fontosabb. És szerintem az is nagyon fontos lenne, hogy a városban tudjanak az emberek arról, hogy színház van. Csupán azért, hogy színtársulata éhenne halljon. Megengedem, hogy a Palais Royalban komédiáit játsszák, de semmi más. 21. században Émi Madeleine Bellard kimennék a komáromi városba. És megkérdeznék 100 embert, hogy vajon mennyire tudják azt, hogy itt színház van, hogy mennyien válaszolnának 100 ember közül. És ezért fontos, hogy a dotáció, akár a városi, akár egy állami dotáció fontos legyen, hogy a színház működőképes legyen. Kereskedtem Mimósban, például töltött lepényekkel. Senki nem vett a lepényekből persze, aztán meg színész akartam lenni. Molière szolgálja színházi koppantó a Jean-Jacques Bouton. Hát inkább ilyen szomorúan vicces. Van egy-két szituáció, amit én oldok föl, mondjuk humorral. De nem az volt a célunk, hogy most kimondottan ilyen bohóc figura legyek, aki berohan, és akkor most
nem ilyen gatyaletolós humorra törekedtünk, annak ellenére, hogy én mégiscsak egy ilyen bohóc figura vagyok a darabban. Komárom azért különös öröm számomra, mert hosszú idő után végre magyarul is játszhatok, úgyhogy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Hogy a király a legjobb, a legnagyobb király az egész világon! Kaphatom a véleményéhez, részemről semmi ellenben nézem. Egyszer, azt hiszem egyszer, nem azt hiszem, pontosan egyszer játszottam eddig magyarul, és akkor is másodikos voltam az egyetemen, azóta csak szlovákul dolgoztam, és nagyon örülök, hogy ismét magyarul kaptam lehetőséget. Tested is sár! Babcis! Te Mariella! Ezek élő emberek voltak, szóval ez nem egy kitalált történet a Molière, és nem kitalált történet az, hogy létezett Armand Bézsár, aki Madeleine Bézsárnak volt a húga, sokak szerint a lánya volt, és sokak szerint pedig a Molière-nek is a lánya volt. Színésznőt csinálok belőle! Ha jól tudom, a mai napig ez nincs teljesen tisztázva. Minden francia színpad legelső színésznője! És itt végül is ebben a darabban ez a egyik fő probléma. Azt mondta, égnek a gyertek is, és ő eljön. Tehát Molière-ről nagyon sok minden információ van, leírt történetek, tehát hogy pontosan behatárolható az ő középszerű színészsége és mindenhajta zsenialitása. Az külön jelentek kell lennének még bele az előadásba, vagy etüdök, vagy ahol kiderüljön, hogy ő egy középszerű színész volt, maga Molière. De nem is igazán Molière, épp ezért térek vissza, hogy nem is igazán Molière, szerintem a kulcsa ennek a történetnek, hogy vajon Molière, hogy nézhetett ki, vajon Molière. Miért volt ilyen olyan? Inkább egy korkép, ami örök életű, az mindig is a hatalma és a kiszolgáltatottság. És itt egy erkölcsi kérdés merül föl, hogy egy színész, egy zseni, történetesen zseniről van szó, aki mindent megtesz az ő színházáért. És hol van az a határ, amikor magát szemem köpfén azt mondja, hogy féreg vagyok, és mi mindent megtettem a királyok kiszolgáltam a királyt, és mégis elárultak. Tehát ez az ő tragédia, ez ő sorsa. Szóval én úgy gondolom, hogy úgy képzelem ezt a figurát, most visszatérve erre az előadásra, hogy rendkívül színházból van, tehát a jó értelemben is nagyon őrültje a színházának és a színháznak, és ezért mindent beáldozom. Semmi más! Martin Hoba a fölöttem lévő diákokat tanította, az én osztályfőnököm az Emil Horváth volt, aki szintén rendezett amúgy az iskolában, és minket is rendezett. De a Martin Huba minket nem rendezett soha, és sose voltam színészmesterség óráján, mivel nem az ő diákja voltam. Kompakt fölvetíti azt a képet, amit őt szeretne látni, tehát egy előadásról. Hát azon belül azért van egy adott szabadsága, amikor belül a színész dolgozhat, gondolom én. Hát, hogy a szövegkönyvet kapok a kezembe, mindenképpen van egy kép, amit én látok. Tehát, hogy én látom, hogy én olvasom a művet, a darabot. Aztán az olvasó próba folyamat alatt viszont megkiderül, hogy általában az nem úgy van, hogy én gondolom, vagy nem mindig találkozik azzal, amit én gondolom. Tehát az általában nem úgy van az, hogy amit a színész akar, azt játszatja a rendező, hanem vannak van egy saját elképzelés, egy koncepciója. Tehát egy többszöri elolvasás után egy kép kialakul is, onnantól kezdődően egy szövetség alakul ki a színész és a rendező között, ami szövetségen belül dolgozik 6 hétig a bemutatóig. Martin Hova nem tanított, engem felvételiztetett, de nem dolgoztunk együtt még eddig, sem az egyetemen, sem pedig a sulin kívül. Az utakat, ahogy úgy kvázi lerendezte, először lerendelkezte, azt azért nem vagyunk kötelesek annyira betartani, szóval variálhatjuk. Nemrég oda mentem hozzá, megkérdeztem, hogy ez lehetne így, meg ilyen ötletem, meg olyan ötletem volt, akkor mondta, hogy hát Judit, hát persze, hát csinálj, amit akar, csak én nem mertem úgy, mert úgy éreztem, hogy ő annyira pontosan látja, hogy nem igazán lehet ezt megtörni, de hát meg lehet. Már 5. darabot csinálom vele, és én azt tudom mondani az eddigi munkáinkról, hogy amikor először kezdtem el vele dolgozni, akkor azért mindig ott volt, hogy ő a pedagógus, a színművészeti főiskoláról, és akkor egyfajta respekttel hozzáállni ehhez a munkához Pozsonyban. És Pozsonyból ugye lejött, és akkor színészileg ugye mit kéne nekem megcsinálni abból, amit ő felkínál. És azt hiszem, hogy a Cseresznyéskert volt talán az a pont, amikor rájöttem arra,
hogy én nyugodtan, szabadon dolgozhatom amellett még, amit ő kínál nekem, hogy hol fejleszthetem még én a szerepet. Bár sok embernek úgy tűnhet, hogy pontosan beállítja a szituációt, pontosan megmondja, hogy a színész mikor emelje fel a bal kezét, vagy nem tudom mikor hogyan intonáljon, de igazából én azt tettem észre a saját tapasztalatom alapján, hogy tehát felvázol egy szituációt, de azon belül, hogyha én kitalálok valami más megoldást, ami őt meggyőzi, mint rendezőt, vagy akár mint nézőt, akkor ő azt elfogadja. Hát van egy sajátos stílus, meg maga egy beszédstílus, amit eddig én igazából csak úgy ismertem, hogy a diákjai utánozták őt, és nagyon szeretik őt utánozni, mert van egy stílus, egy ilyen gesztikulációs rendszere, amit ő nagyon, szóval nagyon specifikus, és mindenki utánozza. És hát mindig rögtem rajta ezeken a srácoknak, akik ezt csinálták, hogy fát igen túloznak, és amikor itt lett az első olvasópróbára ide kerültem, akkor rájöttem, hogy ez tényleg így van. De szóval olyan szenvedélyes, rengeteg szenvedély, rengeteg indulat, energia van Martin Hubában, és ez nagyon-nagyon érdekes ezt így figyelni. Mert energiát is ad. Ez az ő energia, ez az ő szenvedélye, amit így elmagyaráz, és ahogy elmagyarázza akárhányszor, mindig benne van, és ez ad egy ilyen energiát, és ez jó. Nagyon nincsen itt az egészen a pillanatában, hogyha lehetne. Most még két hét van. Igen, még van két hét, tehát ezt hozzáketem, ez a két hét, hogyha intenzív lesz, akkor lenni őtől, hogy összeáll a történet, és kerek egész tud lenni. De nyilván, hogy egy kemény két hét előtt vagyunk, az egyértelmű. A fogadás véget ért, távozzék!